A most megjelent képeslapok és fotók a 20. századi Egerről című könyv bemutatóján szűknek bizonyult a könyvtár központi olvasóterme. Tóth László, egri képeslap gyűjtő előző könyve 1945-ig mutatta be a várost a korabeli képeslapokon keresztül. A most kiadott könyv több szempontból is újabb, bővített változatnak tekinthető. Olyan kuriózumokat próbáltunk összeszedni képeslapok szempontjából a gyűjteményemből, ugye egy gyűjtőnek mindig gyarapszik a gyűjteménye, amelyet talán még a nagyobb közgyűjteményekben sincsenek meg, vagy ritkábban fordulnak elő. És ezekhez próbáltam olyan érdekes és hiteles szöveget írni, amely talán még érdekesebbé teszi kötetünket. A kiadvány abban is különleges, hogy a 60-as évekig kizárólag képeslapok, utána viszont fotók segítségével tehetünk képzeletbeli sétákat Egerben. A társszerző Molnár István Géza fotográfus kiemelte, a képeslapok a szépséget mutatják be, a fotók viszont a mindennapokba engednek bepillantást. A fotóson múlik, mit lát és mit láttat. Sok olyan épület és utcarészlet visszaköszön a képekről, ami ma már csak emlék. Ami nincs meg fotón, jó esetben megvan képeslapon. A zsidó templomról például nincs képen. Pedig bejártunk oda, nézegettük, miért kell lebontani, miért nem, stb. Tehát azt akarom mondani, hogy végül is más szemszögből láthatjuk majd a képeket, mint amit itt Tóth László barátom bemutatott. Tóth László Eger bemutató képeslap gyűjteménye ma közel 2000 darabot számlál. A két eddig megjelent könyvben 450 látható ezekből.